Szintén egy olyan hely Egyiptomban, a Djoser piramis, ami sokkal kevesebb figyelmet kap, mint például a gízai piramisok, vagy a királyok völgye Luxorban. Ez a legrégebbi piramis egyébként a világon hivatalosan, ez még a gízai piramisok előtt készült körülbelül 100 évvel, körülbelül 4700 éves, és azért építészetileg gyakorlatilag ez alapozta meg a többi piramist is. Ez Kairótól egyébként déli irányba körülbelül egy ilyen 20-30 kilométerre van, és lényegesen kevesebb a turista, tehát nekem személy szerint ez egy sokkal komolyabb élmény volt, egy természetesebb élmény, úgyhogy ha valakinek van ideje és elég kalandvágyó, amikor arra felé jár, akkor nagyon javaslom egész Szakkarát egyébként, nem csak ezt az egy piramist. Nagyobb területen fekszik és sokkal-sokkal nyugisabb. Most nem csak azért, mert ott fogok bele éppen egy bizniszbe, de egyébként nem kell tartani Egyiptomtól, azért nyilván az arab vagy muszlim országokkal kapcsolatban sok a sztereotípia. Például az én tapasztalatom az, hogy egyébként a hétköznapokban biztonságosabbak, mint például nagyon sok európai nagyváros, és ez nagyon sok esetben a vallásra vezethető vissza. Tehát nem csak a törvények, hanem az emberek is kontrollálják egymást, és egész egyszerűen, ha valaki bármilyen típusú bűnözésben részt vesz, akkor azt kilökheti magából a saját közöge, és ezt nem sokan reszkírozzák. Nagyon komoly a hadseregnek a befolyása, ez is ráerősít a biztonságra, szóval összességében én azért azt mondanám, hogy akár Marokkó, akár Egyiptom azért egy nagyon-nagyon biztonságos hely. Az, hogy a környező országban mi történik, arra nyilván nincsen annyira ráhatásuk, de egyébként nagyon-nagyon jó helyek az utazásra, és ha valakit az építészet és a történelem érdekel, akkor nagyon kevés olyan hely van a világon, mint Egyiptom, mert tényleg az egész Nílus völgyben végig lefelé haladva, akár Kairót elhagyba, Edfu vagy Luxor a királyok völgyével, rengeteg sírkamrával, aztán le lehet folytani egészen Aszuánba vagy Abu Simbelbe, ahol is nagyon-nagyon komoly templomokat lehet látni, szóval ez egy nagyon komoly hely annak, aki, mint mondtam, a történelmet és az építészetet szereti. Illetve még az emberekről annyit, hogy így több időt eltöltve ott és jobban megismerve őket, amúgy nagyon komoly önreflexiójuk van, és ez nagyon tetszik. De azt nem szeretik, ha te kritizálod az ő vallásukat, vagy az ő életüket, de egyébként saját magukra nagyon sokszor reflektálnak. Még a vallásban is, amire az ember nem gondolná, hogy a muszlim emberek ezt csinálják, például most legutóbb bementünk egy olyan kis körforgalomba, amiből két pici utca nyílt, illetve el lehetett hagyni egy főút irányába, és nem tudtuk pontosan, hogy merre van az a bolt, amit akartunk, ezért mentünk még egy kör, és egy másik autós, aki ránk várt, az egy játszolt Falinak a barátomnak, gondolom ez az arándoklat megvan Mekkában, amikor mennek körbe a muszlimok, és kérdezte, hogy csinálod-e a hátsót, és akkor ott volt egy kis... Volt egy kis összeszólalkozás, de aztán a Fadi is rögött rajta, tehát igazából jó poén volt, és ez az, hogy mernek viccelni a vallással is. Tehát azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok a sztereotípia azért, mert egy kisebbségnek az extrémizmusa miatt feltételezünk bizonyos dolgokat egy többségi társadalomról, ami azért nem feltétlenül van így, és ahogy egyre több időt töltök ott, egyre jobban belelátok ebbe egyébként.